Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez veled, az középen látható itt felül és alul. Ő közeledik hozzád. Itt van ez a híd. Ez jelenti energikusan már a kapcsolatot kettőtök között. Te érzed az ő közeledését. A kezében van az arany kehely, ami jelenti az érzelmeit. Ez a híd azt jelenti, hogy útban van hozzád, de ez még egy átmeneti időszak. A kezében a kehely azt jelenti, hogy érzelmekkel közeledik hozzád. Itt látható még a felhő, valami még átláthatatlan. Közeledik, de még nincsenek konkrét tervei. Vannak félelmek, bizonytalanságok, de ez elmúlik, hiszen a kezében van szimbolikusan ez a kard, és elvágja a félelmeket, a nehézségeket, a bizonytalanságot. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Megvan a bizalom, hiszen itt vannak a csillagok, ő érzi azt, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Kezébe veszi a botot, és ez jelzi a tűz elemét. Jelenti az ő bátorságát, a lelkesedését, sőt, a szenvedélyeket is. De azért vannak elvárásai, hiszen vár arra, hogy te is jelentkezz nála, hogy te is tedd át magad a bizonytalanságokon vagy félelmeken, szabadulj ki egy bizonyos helyzetből, hiszen itt a levegő eleméről van szó, és várja azt, hogy keresd az ő társaságot, hogy kimond azt, hogy beszélni akarsz vele bizonyos dolgokról, hiszen a levegő eleme az jelenti a kommunikációt is. Mit fog tenni? Az itt látható. A 10-es szám utal egy új kezdetre. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, de itt még sok mindent cipeltek. Vannak problémák, vannak nehézségek, vagy kihívások, ami itt is látható, hiszen valaki támad téged. De megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz az érmék felett. Az jelenti az anyagiakat, az értékeket, vagy a munkahelyedet. Lehet, hogy ezek itt munkahelyi viták, vagy kihívások, de ne foglalkozz ezzel. Őrizd meg a büszkeségedet, a nyugalmadat, de azért figyelj oda bizonyos dolgokra. És ezeket el kell itt engedni, akkor könnyebben megy minden előre. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz mozgás, közeledik hozzád, mindkét kártya ezt a közeledést mutatja. Itt mindkettőtöknél fontos a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. Kell még egy kis türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, de itt minden rendeződik. Bizalom.
Bíz a sors utatokban. Minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. És a sors utatok kereszteződik. Itt a kasza látható, hasonló a karthoz, amivel el kell vágni bizonyos dolgokat, például a félelmeket, a bizonytalanságokat, a nehézségeket, vagy ezeket a kihívásokat. Itt az ostor jelent olyan dolgokat, ami fáj. Ez gyakran egy vita, veszekedés vagy nézeteltérések, de az a fontos, hogy itt meglegyen a bátorság, legyen egy új irány, hogy a kasszával, meg ezzel a karttal ezt le tudjátok zárni. Itt látható a horgony, jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is, ugyanúgy, mint az érmék erre utalhatnak. Tehát itt a munkahelyen vannak problémák, nehézségek, akadályok. De lesz egy jó hír, esetleg egy szerződés, ami jelenthet egy munkahelyi változást. Itt ezek a kihívások, vagy támadások megnehezítik most az életedet, hiszen itt vannak az akadályok. De csináld ezt elegánsan, ne foglalkozz vele, hiszen te vagy a királynő. Figyelj oda ezekre a dolgokra, de nem kell velük foglalkozni. Az ő jelenlegi helyzete lesz könnyűség, vidámság, mozgás, csevegés, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, és a te jelenlegi helyzeted. Itt megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, értékelnek téged, vagy ezek a problémák, nehézségek, vagy ezek a hamis személyek megjelennek a nyilvánosságon olyan értelemben, hogy mások ezt észreveszik. És szerintem itt arról van szó, hogy megkapod a segítséget. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Dendera!